Tamási Művelődési Központban több mint 300-an igényeltek regisztrációs jegyet az idősek köszöntésére rendezett estre, tudtuk meg az intézmény igazgatójától. Szerettünk volna az időseknek egy olyan programmal, olyan műsorral készülni, ami az ő korosztályukat nagyon megfogja és őket nagyon érdekli. A Magyar Nemzeti Táncegyüttest egyébként már a tavalyi évben is szerettük volna, hogyha fellép a Művelődési Központ színpadán, sajnos akkor a járványhelyzet nem tette lehetővé. Így aztán, hogy átcsoportosítottuk a programjainkat, mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ez lesz az az alkalom, amikor sokaknak tudjuk nyújtani ezt az élményt, mert biztos vagyok benne, hogy igazán fergeteges előadás vár a közönségre. Tamási város polgármestere Porga Ferenc köszöntő beszédében méltatta a szépkorúakat, és hangsúlyozta, milyen fontos, hogy tiszteljük, becsüljük azokat, akik kemény munkával dolgoztak a családért. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket, és annak a kifejezését, hogy mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. A profi táncosok válogatott folklór előadással érkeztek a Tamási közösséghez, melyről a táncegyüttes menedzserét, Aradvári Lászlót kérdeztük. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Magyarország legnagyobb létszámú hivatásos profi táncegyüttese. 22 párral dolgozunk, van egy 7 fős zenekarunk, és gyakorlatilag évente egy 120-130 előadást tartunk meg Budapesten, vidéken és a határon túlon, valamint sokszor azért még messzebbre is szoktunk utazni. A mai műsor az egy gyakorlatilag válogatott folklór előadás. A Kárpát-medence különböző tájegységeit mutatjuk be. Zsurászi Zoltán, Kossuth Díjas kiváló művész a rendezője, és ő is ugye Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek a művészeti igazgatója. Ő állította színpadra ezt a mai előadást, ami egy rendkívül változatos, és minden bizonnyal a közönség számára élvezetes előadás lesz. A szépkorúak közül sokan kíváncsiak voltak a Magyar Nemzeti Táncegyüttesre, hiszen teltházas előadásra került sor szombat este, amikor sugárzott a színpadról a jókedv, és nem utolsó sorban a hagyomány, melyről Sánta Gergő tánckarvezető mesélt. A Kárpátok visszhangja egy egész esszenciája a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek, mert hogy olyan folklór kincset rejt, amiben matyótáncok, erdélyi cigánytánc, az erdélyi székelytáncok, akár Kis-Magyarország a Délalföld, tehát rengeteg olyan kincset összehozunk egy műsoron belül, amit a nézők nagyon imádnak. Általában a zsuráik úgy állítják össze ezeket a műsorokat, hogy mindenkinek szimpatikus legyen és befogadható legyen. Tehát van egy olyan mélység a néptáncnak, amit ha jól arányba találunk el, mint ezek a számok is, akkor élménnyel teli. Talán azért jó itt Tamásiban, mert a vidéki közönségnek mindig van egy olyan bája, amit nem lehet pótolni. Tehát ők mindig máshogy viszonyulnak az előadásainkhoz, bele-bele nevetnek, beletapsolnak. Ez mindig azért jobban hevít minket és boldogsággal tölt el. Idősek méltatása ezzel nem ért véget, hiszen hétfő délután a Tamási és környéke szociális központ valamennyi klubja meghívást kapott, tudtuk meg Szabadosné Vastag Edina intézményvezetőtől. 8 telephelyünk van, ahol idősek klubját működtetünk, és azt a hagyományt találtuk ki, hogy minden évben más település fog helyet adni ennek a rendezvénynek, és most idén úgy döntöttünk, hogy Iregszemcsén fogjuk tartani. Úgy próbáljuk meg feldobni ezt a délutánt, hogy minden településen élő kis klubtagunkat megkértük arra, hogy amennyiben megtalálható még a szekrényükben népviselet, akkor azt hozzák el mai nappal nekünk, és mutassák meg a többieknek. A települések élelmezés vezetőjének irányításával számos finomság került az asztalokra. Iregszemcse polgármestere örömmel bocsátotta rendelkezésre a termet. Én nagyon büszke vagyok arra, amikor megkeresett engem az intézményvezető asszony, hogy Iregszemcsét szeretnének színhelyű ennek a nemes eseménynek, és mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy ennek a tényleg ennek a nemes eseménynek a szeretett községünk Iregszemcse adhat otthont. A nyugdíjas klubnak én ugye nem vagyok tagja, tekintettel, hogy fiatal vagyok, viszont az olvasókörnek igen, ahol szintén nyugdíjasok vannak, úgyhogy én úgy nagyjából képben vagyok azzal, hogy mi történik itt a nyugdíjasokkal a községünkben.
Tamási város polgármestere Irek Szemcsén is köszöntötte a szépkorúakat, akik több településről érkeztek. Tamásiban hagyományosan a művelési központ ad helyet az idősek napi rendezvényre, és a Kárpátok visszhangja néven a Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek láttunk egy fergeteges műsorát. Ezzel köszöntöttük a város idős lakóit. Tamási és környéke integrált szociális központ idősek klubjai fogtak össze, és jöttek el ide erre a rendezvényre, ami megint csak egy hagyományos rendezvény, hisz az intézmény minden évben természetesen gondol azokra, akik egyik nagyon fontos ellátási területe. Az Irekszemcsei Bartók Béla Nyugdíjas Klub jubileumát ünnepli az idei évben, árulta el Kereszt Józsefné. 50 éves az idén a Bartók Béla Nyugdíjas Klub Irekszemcsén, 1971-ben Bögösné Piróka hozta létre. Éppen azon gondolkodtam, itt a kiállításon annyira látható, hogy ugye ebben az időben volt nagyon sok idős férfi, nő, kis fekete kendős, fekete csizmás, mellényes férfiak, nők. Hát most már egy kicsit színesebb lett, legalábbis külsőleg színesebbek vagyunk. Talán kevesebben is vagyunk, egy kicsit kényelmesebbek az emberek, nem jönnek túl sokan, de aki itt van, az együtt van. Részt veszünk az Életet az Éveknek országos program megyei rendezvényein, és hát a faluban is, amit tudunk, segítünk, dolgozunk, fellépünk rendezvényeken. Akár csak Tamásiban, láthatóan Irekszemcsén is jól érezték magukat az idősek napja alkalmából szervezett rendezvényen a megjelentek.